4 napon át folyt a tanúk meghallgatása a francia katolikus egyház egyik legjelentősebb pedofil botrányával összefüggésben. A sértettek azzal vádolják a lyoni bíborost, Philippe Barbarent és 5 korábbi munkatársát, hogy eltussolták egy pap gaztetteit. Egy illetékes civil szervezet szóvivője arról beszélt a 4. tárgyalási nap reggelén, hogy fel van háborodva. Egyrészt azért, mert a bíróság részéről felszólaló ügyész fel akarná mentetni a vádlottakat. Másrészt a sok hazugság és csúsztatás miatt, amivel a védőügyvédek el akarják hitetni, hogy ezek itt, mondta, mindent megtettek, hogy segítsék az áldozatokat. Ezt még egy napon át kell hallgatniuk, de hát nincs választásuk, ilyen a bírósági eljárás. A bíboros azzal érvel, hogy csak 4 évvel ezelőtt szerzett tudomást a történtekről. A felperesek azt állítják, hogy már 2010-ben mindent tudott. Egyik jogi képviselőjük szerint a sok nyilvános vita után ma már senki sem állíthatja azt, hogy nem tudta vagy nem értette, mind ment keresztül egy ilyen kisgyerek. A bíborost védő ügyvéd úgy látja, hogy védence nem szolgált rá erre az eljárásra. Azt magyarázta az újságíróknak, hogy mindenkit egészében önálló lényként kell szemügyre venni, már pedig a bíborossal szerinte nem ez történik, egy rendszer, egy intézmény részeként tekintenek rá. Pedig ő egy ember a szenvedéseivel, a tetteivel, az elkövetett hibáival együtt, akivel most méltatlanul bánnak. Barbarent bíboros a francia katolikus egyház egyik legbefolyásosabb alakja, így a később várható ítélet nem csak a papi pedofíliával összefüggő állásfoglalásnak számít majd Franciaországban.